Hírműsorunkat látják, jó estét kívánok! Január 6-a vízkereszt napja, az egyik legősibb keresztény ünnep, a három királyok látogatása az újszülött Jézusnál. Január 6-a hagyományosan a karácsonyfa leszedésének napja. Ma délelőtt a főtéri fenyőt is kiemelték a városgondnokság munkatársai, de elbontották az adventi koszorú alapját és a Betlehem építményét is. A három királyok látogatását ábrázolják a betlehemek, így a pápai is, mely november végétől volt a főtéren. Ma délelőtt ezt is elbontották. A bábokat Sarkadi Nagy László készítette, s évről évre ő öltözteti fel őket. A JMSK munkatársai segítették a Pegazus Színház tagjait a bontásban. Az építményt és az adventi koszorú alapját a városgondnokság munkatársai szállították el, épp úgy, mint a 13 méter magas ezüstös lucfenyőt. A fenyő egy Csutorás utcai család otthonából került a főtérre. A városgondnokság munkatársai legaljaszták a fát, ezeket bedarálják és az Eszterházi kastély fűtésére használják. A Kossuth utcai díszkivilágítást is elbontották a szakemberek, a főtéri fények azonban még maradnak. A kandelábereken levő díszkivilágítás az még hétfőig fönt marad, annak ma nem tudunk nekiállni a lebontásának, sőt hétfőig világítani is fog. Hétfőn jönnek a villanyszerelők, a kollégák, nekiállnak és lebontjuk, ha az időjárás ugye lehetővé teszi. Bújics Lajos kommunális részlegvezető elmondta azt is, hogy ők már január 2-ától gyűjtik a lakossági karácsonyfákat. A lakosság által kirakott fenyőfák gyűjtését a városgondnokság már megkezdte a hétfői nappal, mert már a városban voltak kirakott fenyőfák, minden nap egy-egy jármű járőrözött a város területén, főleg a lakótelepeken, mindig találunk fákat, ma is egy autó azt csinálja, hogy gyűjtjük a fákat. Bár eddig is gyűjtöttek be nagyon sok kihelyezett karácsonyfát, a dömping a hétvége után indul. A decemberi szauna kert átadását követően újabb fejlesztések zajlanak a Várkert fürdőben. A létesítmény saját forrásaiból megvalósuló beruházások a vendégek komfortérzetét javítják és a szolgáltatások körét bővítik. A két fejlesztés költsége megközelíti a 20 millió forintot. Így nyílnak mostantól a termálfürdő épületében levő öltözőszekrények. Az új rendszer kiépítése ezekben a napokban zajlik. A hétvégén már valamennyi öltözőszekrény ezzel az órás rendszerrel működik a régi kulcsos helyett. Egy sokkal korszerűbb és praktikusabban, kényelmesebben használható rendszert alkalmazunk a termálfürdő öltözőiben mostantól. Ez pedig azt jelenti, hogy megszűnnek az öltözőszekrényhez tartozó kulcsok, és a beléptető órával tudják a vendégek majd kinyitni, illetve zárni az öltözőszekrényüket. Ez a rendszer egy nagyon korszerű, nagyon kényelmes. Egyrészt nem veszíthetik el a kulcsot a vendégek, másrészt nem kell azt a fürdőzés közben őrizni. A beléptető órának meg ugye kötelezően a vendég karján kell, a csuklóján kell lenni, így aztán teljes biztonságban van a felszerelésük. Az új rendszer próba üzeme decemberben megkezdődött, az átszerelt szekrényeket már használatba vették a vendégek. Mindezzel párhuzamosan zajlik a termálfürdő épületében az új wellness központ létrehozása. Az egyes helyiségek kialakítása és a csempézés már megtörtént, jelenleg a padlóburkolás zajlik az épület részben. Itt ebben az új térben fogjuk elhelyezni az aromafürdésre alkalmas pezsgőkádat, itt lesz a szolárium, illetve két masszázsteret is kialakítunk, így aztán az igazi luxus, az igazi kényelem érzetét tudjuk majd a vendégeinknek nyújtani. Ez a beruházás várhatóan január végére fog elkészülni. Az öltözőszekrények zárjainak cseréje közel 8 millió forintba kerül. Az új wellness tér kialakítására pedig körülbelül 10 millió forintot fordít a Várkert fürdő. Az időjárási körülményeknek köszönhetően a tavalyi évben a december 19-i nyitást követően 12 napot tudott üzemelni a pápai korcsolyázóhely. Azóta is folyamatosan üzemel a főtéri jégpálya, sokan kilátogatnak oda, hogy hódoljanak az egyik legnépszerűbb téli sportnak, a korcsolyázásnak. Az év utolsó hónapjában csak egyetlen napon nem tudott kinyitni a jégpálya. December 25-én az esős idő miatt nem lehetett korcsolyázni. A többi napon sokan kimentek a jégre. Ebben a 12 napban 2277 belépő volt a pályára,
hogy érzékeltessem, amikor 13-14-ben megnyitott ez a jégpálya, akkor körülbelül 300-al voltak csak többen az egész szezonban, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jó volt a jégpálya látogatottsága a 2016-os év decemberében. A magasabb látogatottsághoz hozzájárulhatott az is, hogy a téli szünet napjaiban és szilveszterkor este is nyitva volt a jégpálya. Decemberben a téli szünetre most először nyitva tudtuk tartani a jégpályát, és ezt ki is használtuk. És ahogy észrevettük, a pápai diákok, családok is kihasználták a téli szünetet, főleg a két ünnep közt sokan jöttek már a délelőtti turnusokban, és családok voltak itt, gyerekek, osztályok beszélték meg, hogy itt a jégpályán találkoznak és koriznak együtt. Szerencse, hogy most télen tél van és nem tavasz, fogalmazott az ügyvezető. Ennek köszönhetően januárban is folyamatosan üzemel a jégpálya. Forgatásunkkor, ma délelőtt, éppen a Tarci iskola kisdiákjai korcsolyáztak nagy lelkesen. A jégpályán különleges program is volt már. Szilveszterkor jégdiszkóval lepték meg a látogatókat. Ehhez kapcsolódóan vannak terveink januárra is, tehát ez azt jelenti, hogy ha az időjárás megengedi, akkor lesz olyan hétvége, amikor majd különleges programajánlattal rukkolunk elő. Mindenkit arra kérek, hogy a jégpálya Facebook oldalát nézze, ott minden információ fent van. A tervek szerint, ha az időjárás megengedi, jégpályák éjszakáját és jégpályás farsangot is tartanak majd a pápai jégpályán, mondta el Boros Katalin, aki hozzátette. A tavalyi évhez hasonlóan várják korcsolyázásra a pápai iskolák gyermekcsoportjait is a délelőtti és a kora délutáni órákban. Marad a hideg téli idő kemény éjszakai fagyokkal. Részletek az időjárás jelentésben. Szombaton napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon erős, helyenként viharos marad a szél. Kemény fagyra van kilátás. Napközben csak -5-12 fok várható. Vasárnap eleinte nyugaton, este felé keleten alakulhat ki hószálingózás, gyenge havazás. Hazánk nagy részén viszont továbbra is sok lesz a napsütés. A hét utolsó napjára mérséklődik a légmozgás. Hajnalban a mi területünkön -9-14, délután -3-9 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!